Jó estét kívánok, ez a 48 perc az M1 és a iradó.hu közös élőben sugárzott hírháttér műsora, ahol a közélet legfontosabb témáról beszélgetünk. Én Lánci Tamás vagyok a műsor házigazdája. Ma esti vendégeim Ifjabb Blomnici Zoltán, Kötter Tamás és Réz András. Örülök, hogy itt vagytok, csapjunk is bele. Egy a... mikro témával kezdem, de talán érteni fogjátok, hogy miért. Nem tudom, hogy követétek-e a tegnapi Euro Európa Liga döntőt. Nem. Igen. De a híreket talán olvastátok, hogy a spanyol és az olasz szurkolók, a romai szurkolók utána egymásnak estek, megtaposták a Liz Most <coughs> szerintem ez, persze a kerület polgármester lennék, akkor az nem fér bele, de hogy mondjuk azt, hogy azért ez a futball természetes velejárója szokott lenni. Engem az érdekel, hogy ti mit gondoltok azokról a sajtóreakciókról, amik megjelentek. Ugyanis amikor a magyar szurkolók kimennek külföldre, ebbén ezt láthattuk, akkor, akkor gyakorlatilag a magyar sajtónak egy meghatározott része úgy írja le a magyar szurkolóknak a vonulását, akik fegyelmezettek, kultúráltak, hogy itt megérkezett a, a, egy barbár horda, fenyegetőek, rettenetesek, kultúrálatlanok, vadak, nem is tudnak ezek késsel villával lenni, tehát gyakorlatilag a, innen a, a gyepüről elvonultak a művelt és kifinomult Nyugat-Európába. És akkor most itt tiszteletét teszi Magyarországon, Nyugat-Európa, látjuk, a, én a stadionban is kint voltam, tehát ott volt verekedés is egyébként, ilyen kisebb csetepaté, egyébként római úri emberek vertek római úri embereket, de ez most mindegy is. És akkor kiszabadulnak a városba, és akkor ott törnek, zúznak, randalíroznak. De nem olvastam sehol azt, hogy na, hát ilyenek az olaszok. Ez nem Európa. Ez nem Európa. Ilyenek az olaszok, hát, ilyen, hát persze, hát ilyenek az olaszok, ilyenek a spanyolok. Lehet, hogy a saját sajtójuk ezt 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 megírja. Azt mindenképpen kell érteni, hogy Bodler írta, hogy hogy jelképek erdén átvezet az ember útja, és Magyarországon a foci az egy jelkép volt a rákosi rendszerben, és azelőtt is a kádár rendszerben is valaminek a jelkép, és ugye maga, maga a romlást is a focin keresztül is megélte a magyar társadalom, hogy egyre, egyre kisebb sikereket értünk el, aztán a végén ugye már egy csúfos vereséggel búcsúztunk a világbajnokságoknak a sorozatától, és a jobboldali kormány is ugye a, a stadionépítésekkel, a foci kultúrának, a, hogy felvirágoztassa, tehát ez volt a cél talán, és az ellenzéknek pedig ennek a támadásával szintén egy, egy a, a, magyar foci. Tehát innentől kezdve én azt gondolom, ne tulajdonítsunk túl nagy jelentőséget a dolognak, de értem, hogy mondasz a kulturális, politikai kultúrának a beszivárgását, de ugyanezt észleljük, hogyha megnézitek a, mondjuk a vár újjáépítésénél, hogy ná, kedvesebb, szebb, felemelőbb témá felé tereljem el, de ugyanezt a, ugyanezt a jelenséget, az egyik oldal azt állítja, hogy Disney, Disneylandet építünk. Disney. És akkor ugye Dresdát egy az egyben most visszaépítik a németek, nagyon, nagyon helyes. helyesen egyébként, amit porrá bombáztak a háború utolsó hónapjában a szövetségesek több hullámba akkor az egy szép rekonstrukciós projekt, amikor a várat visszaállítják, akkor meg ide jön a német televízió és elmondja, hogy ez rettenet, ami itt történik. Kedvássó rossz információkat közül, hogy arra a holtti rendszer igen. restaurálása épületeken keresztül, de hát az épületeknek is de van te, Nem hogy túl politizáljuk ezt az egészet? Hát én szurkoló. Csak a sajtót. Mondom, szurkoló. Én szerintem is Jó, ilyenek. Jó, mi most valójában, amikor erről politikai tenorban értekezünk, akkor azt sugaljuk, hogy ez egy politikai kérdés. Nem, ők szurkolók. Néha benyomnak, néha megverik egymást. Betilthatod a focit természetesen, vagy betilthatod a mérkőzést, bármit betilthatsz, de megesik ilyen a világon. Ambrás, nem, nem a szurkolókkal volt a baj, nem, hanem nem a sajtóreakciókkal. De pontosan ezt a mondom. A szurkolókkal egyetértek, Nem a szurkolókról beszéltek, hanem a sajtóreakciókról. És ebben a pillanatban mi itt most átemeljük azt, ami szóri naponta esik meg a világban, hogy a szurkolók garázzák. Akkor ez miért ne... nem jelenik meg a magyar sajtónak a mondjuk úgy, hogy az ellenzék ihletettségű oldalán. Tehát miért nem lehet azt mondani, hogy igen, a futball szurkoló az, az Tokiótól Los Angelesig, az te... nagyjából ugyan, olyan. Figyelj, hogy most ha... mi vagyunk itt. Uh -huh. Mi viszont kimondhatjuk azt, hogy nem És, kéne és miért kell politikai... Ebből egy nemzeti, nemzeti kisebb rendőrségi toposzt építeni, hogy a magyarok, hát azok megjelenek valahol, ott kőkövön nem marad de mi van akkor, hogy én ilyen régi mód ízékként, ráadásul nem is vagyok foci szurkoló, uh -huh. azt mondom, hogy hát a világ az nem feltétlenül egy élesre vasalt, nagyon rendezett izé. Itt legfebb ilyeneket lehet mondani, hogy hát igen, akkor be kell tervezni egy kisebb összeget a helyreállítással. Hát igen, az emberek azok szemétládák és szemetelnek, meg nem te... Hát akkor gondoskodni kell róla, hogy legyen, no, aki mert, összeszedé... Amit itt ez a 40 ezer ember, aki, sőt, inkább 50 ezer, aki külföldről... Nem le... tudom. Szerintem busásan megtérül, De Zoli, te mit gondolsz erről? Nagyon nehéz azért erre reagálni, mert azt pontosan tudjuk, hogy kettős mércével mér. Mondjuk, vegyük gorcsol a 444-et. Beszámolt ma egy bűnesetről. Egy 16 éves... Francia focista megvert a pályán, és aztán pályán kívül egy 15 éves focistát. Ezt más nem hozta le. Egyet nem tettek hozzá, hogy ez a francia focista, ez fekete volt, és a 15 éves berlini focista pedig fehér. Megjegyzem, az Egyesült Államokban rendszeresen a rendőrök hozzáteszik az elkövetőnek a bőrszínét. Ennek, én, utána én, utána ennek a verekedésben ennek ez a bőrszín szerepet játszott, vagy ez pusztán csak egy tény? Én azt kérdezem, hogy nem egy olyan trükk volt-e, hogy na erre majd lecsap a rasszista jobboldali uh -huh. sajtó erre a híra, és ők majd le fogják írni, hogy itt egy fekete fiú megölt egy fehér fiút. Uh -huh, és a, az fac uh -huh. az pedig képes volt szintén ugyanúgy beszámolni erről az ügyről, hogy a tévedés jogát fenntartom a Twitteren, kaptam ezeket az információkat, hogy itt van egy ilyen uh, konfliktus is, egy másik típusú, egy nem szalonképes konfliktus, de hogy rákap majd a rasszista jobboldali sajtó, és majd ők jól reírják, hogy egy fekete, azért nem mondom, hogy afroamerikai, mert gondolom, ez képzavar egy francia fiúnál, de hogy egy fekete francia srác megölt egy fehér berlini fiút, és, és hát itt, itt aztán nagyon-nagyon izgalmas, hogy hogy játszanak ezzel, vagy éppen a West Ham uh, Alkmaar meccsről úgy számolnak be, hogy milyen jó pofa az, hogy önbíráskodik egy szurkoló, és állítólag megvédte a, a West Ham csal játékosok családtagjait, és püföli az egyébként valószínűleg egyébként olyan fasisztoid jellegű fekete kapucni és Alkmaar uh -huh. szurkolókat, ami kapcsán én is a nagy darab angolnak szurkolok természetesen, hmm. de hogy az jó pofa, viszont hogyha Márszei utcáin felvonulnak a magyar szurkolók, akkor valóban megérkezett a, a a az a előemelő Figyelj Zoli, a amit elmondtál, elmondtál, am. ez a fehérver, feketét, feketét, fehéret, <coughs> fehérver, sárgát, zöldet, amit akar. 20 évvel ezelőtt. Ez a baleset bűnügy borzalom rovat egyik híre lett volna. Hogy a Reves francba jutunk odáig, hogy ma ezt az esetet bonyolult politikai kérdésként kell megbeszélnünk. Én... Nekem például egyik politikusnak segítsen... se volt se rokonom, se munkatársam, se kollégám, András, szerintem... se volt közöttük. Szerintem önmagában egyébként arról is. Az oda, hogy miért beszélünk erről? A kritikai fajelmélet például az egyik. Egyszerűen a birodalom központjában megőrültek az amerikai Egyesült Államokról beszélek, nincs béke, és most nem azért, mert nem áll háborúba valakivel, mert nem áll háborúba de facto, hanem azért, mert egy belső békétlenség van, és minden a Michel Ölbek kedvenc itt beszélgettünk, miatt ide bejöttünk, nem árulok el nagy titkot, és az egyik regényében mondja, hogy nincs olyan örület, ami a, vagy divat, amit az Egyesült Államokban második világháború óta kitaláltak, vagy a jazz korszak óta kitaláltak, és ne gyűrözne be éven belül Európába. Ezért beszélünk erről, sajnos, de, bár ne kéne erről beszélni. Hadd csavarjak még egyet a beszélgetésünknek a menetén, tehát miközben volt egyébként egy fantasztikus futballmács. Hát tényleg, tízezrek. Tízezrek, a... hát nagyon, tényleg. Tehát parázslott az egész. Parázslott. A, a hosszabbítás Parázs az, volt, az, az unalmas volt. <coughs> de, de aztán egy nagy dráma volt 11 tizenegyeseknél. Tehát tényleg, és az ide figyelt, Budapestre figyelt a világ. Azt gondolom, hogy fölraktuk magunkat nem csak a sport, hanem úgy általában a térképre, ott voltunk. És azt hiszem, hogy ez sokaknak probléma. Tehát, hogy a magyarok ne akarjanak. A magyarok ne akarjanak. Igen, a, a beharangozója is már így kezdődött, hogy megéri ez nekünk. És megmondom őszintén, <coughs> egyébként hozzáteszem, hogy az én legnagyobb problémám, és a nézők is ezen kérem, hogy gondolkozzanak el, hogy miért nem építünk, kicsit messzire megyek, de a megismerés miatt, mert a megismerés segít az erőszak ellen és együtt, az együttműködésbe. Budapest, Pozsony, Prága, Krakó, tvz Hogy Sokkal, tízszer annyi cseh, lengyel, magyar, menjen egymáshoz is. Ismerje meg, hogy itt, itt, nem hunok élnek, akik kibelezik az embereket, és, 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 és szörnyű dolgokat követnek el, és itt, itt, embereket hurcolnak el az utcán fekete autóba, és, és ismerjük meg Csehországot. Tehát tehát a megismerés vágya kéne, hogy bennünket a szüke patriánkat is inspirálja, és itt kapcsolódok vissza a te téma hogy ez egy megismerési folyamat volt ennek az 50 ezer embernek, lehet, hogy először jártak Magyarországon, és a közhiedelemmel ellentétben egy teljesen normális európai országot találtak a maga hibáival, erényeivel, szépségeivel, Én úgy látom, hogy itt a nem, nem, nem tudom, a lokáció mennyire érdekelte, a De az biztos, hogy, hogy ez egy nagyszobású, tényleg egy világszintű sportesemény volt, amit Magyarország tökéletesen lebonyolított. És van még egy, ami szerintem, ami miatt a futball az egy szálka, a liberálisok, progresszívek, nevezd, ahogy akarod. Nem ismered őket. Ezek mind foci Akor leülök velük, vannak, mindig ki vagyok Vannak, de amikor fölveszik a politikai sapkájukat, akkor csak szálkává válik a szemükben a futball, és tudod, hogy miért? Szerintem azért, mert közösséget épít. Mert közösséget épít, és, és közösségi szellemet hoz létre. És méghozzá én azt gondolom, hogy jó értembe véve, van néhány őrült, hülye pár száz ember, aki nyilván összetapossa virágokat a liszt -téren, de összességében azért csak az a helyzet, hogy ma ezen keresztül lehet megélni sok esetben például a nemzethez tartozást. Tehát aki kimegy mondjuk egy. De egy ebén szurkolni a magyar válogatottnak. A háború ott... rituális lejátszás. Igen, de azt gondolom, hogy ez. Jó, most hagyd az gondolatokat. Pozitív értelemben mondtam. Nem, én meg azért nem nagyon értem az okfejtésed, mert nekem ők közönség, és nem közösség. Tehát az esemény tartja őket össze. De szoktál meccsre járni? Nem én, pontosan ezért, mert én nem vagyok egy szurkoló. Akkor, de szerintem én akkor félre, a, férjét, a gyere, barátaimmal, gyere meg el, a kollégákkal gyere leülök, leülök beszélni. A válogatott legközelebbi sejtező. és más, az, meg. más, az más. Én, én, adok egy igazat az Andrásnak, hogy a klubcsapatoknak szurkolni az közönség és közösség közötti határon van, de a nemzeti válogatottnak szurkolni az közösségteremtő az egy, megerős, Csak egy megerősítő, a ez egy, ünnep. mivel a, a műsorunkat nem ennek szenteltem volna, én most ezt lezárom, ezt a, elfogadom ezt a Pedig volna egy taktikai vereséget, annak, értem, annak érdekében, hogy Tovább Lekező. tudjunk haladni, ugyanis elfogadta az Európai Parlament azt az állásfoglalást, ami megkérdelezi, hogy Magyarország képes lesz -e hitelesen ellátni az Európai Tanács soros elnöki tisztét 2024 júliusától. Igen. Ugye ne felejtsük el, hogy egyszer Magyarország már ezt a szerepet, ezt a szerepet betöltötte, 2011-ben adtuk a soros elnökséget, akkor is ugyanez a kormány volt, kiválóan el tudtuk látni ezt a tisztséget. Ugye az okok között azt említi az Európai Parlament, hogy uh, itt a jogállamiság kérdésében Magyarország még mindig nem haladt előre. Fecseg a felszín, hallgat a mély. Ugye ennél, ennél rosszabb a helyzet. Szerintem. Mert, mert ez egy, bocsássak, ez, ez egy lejátszási <coughs> folyamat. Amikor ügyvédként találkozom, hogy értsék a nézők, hogy miről beszélek. Ügyvédként találkozom nagy ritkán vállóperes felekkel, és az ember kíváncsi, mint <coughs> író. <így jó. coughs> miért váltak el. És akkor olyan, 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 olyan mondva csinált okokkal jönnek elő, olyan kázusz belékkel, hogy például hogy a születésnapom, névnapomat elfelejtette a férjem, a születésnapomon nem a kedvenc ételem készült, hasonló szintű dolgok. Valóban ezért elválsz egy nőtől, vagy egy férfitől, akivel 10-15-20 éve együtt élsz? Nem, öregem, te egy 10-15-20 éves folyamat, egy mély tektonikus folyamatnak a végeredménye volt ez, amit te felhasználsz, arra, hogy kimond a vállást. Mik, mik, ezek a tektonikus folyamatok? De várják, ki akar itt kimondani a vállást? Azért Nem tisztelzik. a vállást, hanem hogy, hogy, azt akarom mondani, hogy ez, ez egy felszíni, felszíni, lejátszása egy konfliktusnak. Ez a konfliktus filozófiai és politikai. És mit, egy csinálunk? Rólót. mit csinálunk belőle? Jogi problémát csinálunk belőle, és mi ez a filozófiai hitem szerint, és akkor meghallgatnak a hm. Szoci, hm. politikai probléma, az, hogy minden, minden hívjunk -e ehhez segítségük két nagyon, nagyon, nagyon nagy filozófust, a nagyra beszélt Szilvai Gergely szerint ez a két filozófus elég lenne a világnak, szerintem nem, de Arisztotelészt és Szent Ágostont. Arisztotelész a politika legmélyebb tektonikus értelmének azt látta, hogy adjunk választ a jó életre, hogy hogy szeretnénk élni, mi a mi, mi életstílusunk, az életformák, merre megyünk, Hol érezzük magunkat jól, biztonságban? És Szent Ágoston pedig megválaszolta ezt a, ami ha a kedves nézők elgondolkodnak, önök is a teljességre törekednek, ami testi, lelki, szellemi és anyagi biztonságban jelenik meg. Szent Ágoston a maga keresztény módján meg, megválaszolta ez a béke, ez pedig nem más, mint a rendből álladó nyugalom. Erre, erre, erre a, erre a filozófiai kérdésre az Orbán kormány adott egy választ. Jó? Nem, nem, jó. Hát, ne hogy szerintem ez van nem pusztán filozófiai kérdés, Sőt. hanem teljesen húsba vágó kérdés, mégis csak a szomszédban háború van, és Gwendolyn Delbos Corfield, Európai Uniós képviselő azt nyilatkozta, hogy azért sem kaphatja meg Magyarország Erre az akartam rátérni, hogy alapvető filozófiai kérdésekre mást választad, mint a mainstream. Mert ő azt mondja, hogy az ukrán háború valószínűleg még tartani fog, én ezt nem tudom, hogy ő honnan tudja, hogy egy év múlva még... Hát jala, mert addig, javában... tartom, addig háborúzik Ukrajna, amíg megengedik neki. De, de azért Daniel <coughs> Freud, jól mondom? Nem, ez a Gwendoline Delbos Tudom, szóval, de Daniel pedig. Freud mondta meg Igen? igazán, hogy a EU egyes számú főbóhóca, aki még bekopogtatott titokba Orbán Viktor dolgozó szobájában, mint a rossz diák az igazgatóhoz, aztán elfutott a parlamentbe, és még le is fotózta, szóval ilyen emberek vezetik uh -huh. most a, vannak a, a sorsunkra hatással, amikor Orbán azt mondta, hogy nem ne azt mondunk a háborúra, a gendernyomulásra, és nem mondunk a migrációra. És azt mondta, akkor ők meg nem adt mondanak a pénzre. Na, ennek a vit, ennek a mély... Itt meg most az elnökség. De... az ennek a kiszervezett szóval? vitáj. Ma ilyen napon van. Túldimensionáljátok. Tehát te azt feltételezed, hogy emögött egy mélyebb folyamat van. Egy mélyebb folyamatnak a, a, <coughs> a, a, a kivetülése. Nem. Ezek ügyek, amelyeket fölpörgetnek, hype dilik, önmaguk is az áldozatává válnak. Szóval nekem az egyik nagy drámám az utóbbi években pontosan az, hogy még korábban ugye még használtam azt a szót, hogy politika. És abban volt valamilyen furcsa kis tisztelet, hogy a közügyekkel való felelős gondolkodás, a jövő, a stratégia, meg ilyesmi. Ennek vége, ügyek vannak, amelyek addig tartanak, amíg. Na most ez most jellemzően ilyesmi volt, szimbolikus politizálás, ami már nem politizálás, mert az ég egy világon semmi köze nincs ahhoz, hogy Markás, hogyan élnek az emberek. Markásan nem értek veled egyet, de elfolytom magamban a Figyelj, mondok hogy szója, egy hogy meg... És zoli hogy kíváncsi, a Zoli, azt, arra vagyok elsősorban kíváncsi, hogy egyáltalán az Európai Parlamentnek a mai döntése, az ténylegesen befolyásol-e valamit? Én Pimasz és látszólag tiszteletlen módon még kénytelen vagyok behozni az előző témát egy bővített mondat keretében, hiszen van egy markáns kör, azért ne feledkezzünk el, akik azt mondják, hogy például Spanyolországban Real Madrid Barcelona, vagy egy Nápoli Milán tekintetében igenis a klubcsapatok is identitásképzőek, és Törökországban minden klubcsapatnál, ha aláír valaki, Atatürk képe van fönt, pont. És akkor visszatérve az Európai Parlamentre, én is azt gondolom, hogy amit Moraviecki mond, hogy ez, ez hőbörgés, vagy nagyjából így fogalmazott. Szerintem ez annál több. Tehát én azt látom, hogy van egy 2016-os tanácsi határozat, döntés, decision, amely kimondja, hogy hogyan jönnek egymás után a trojkák. És van egy európai parlamenti határozat, ami több mint 400 4 kontra 6 millió forintnak megfelelő euróból dolgozó európa parlamenti képviselő megszavazott, és jelenleg ahogy szokták mondani jogban, egy kollízió van a két döntés között. Látszólag ez nem is Magyarország meccse. Sármiselnek ki kellene állni egy rendes világban, és azt mondani, hogy gyerekek, a tanács hozott egy határozatot 2016-ban, ez a mostani ezzel ütközik, akkor most mi a franc van? Sőt, ez nem is határozat, ez csak egy állásfoglalás, amit az Európai Parlament most megszavazott aminek nem tudom ne megmondani egyáltalán mi a súlya. Az az, az, ez az a, az egy politikai a nyomásgyakorlás, csak az a kérdés, csak az a kérdés, a... csak az a kérdés, hogy akire a nyomásgyakorolják, és ez az európai tanács, az európai tanács erre hogyan fog reagálni? Beadja a derekát, vagy nem? Áthágja a saját szabályait, vagy nem? Ez a kérdés, de kibújtál a válasz alól. Szerinted mi lesz a következménye ennek? Szerintem semmit. Az indexen volt egy jó fejtegetés, hogy lehet halasztani, meg magához vonhatja a jogállamiság ügyeket, mondjuk hát, azért a halasztás, azért az tehát elhalasztjuk, mennyi időre? De szerintem Két évre, nem lehet. tíz évre, húsz évre? Szerintem ez nem reális opció, mert ez az én véleményem. Szakmailag lehet, de nem, hogy nem olyan Meg az, akkor nem, nem, jutott, nem azt, én megválaszoltam, de nem jutottunk nevezőre az okok miatt. Mert András azt mondja, lárpullár, igen, Szeretem, nem politikai, technikai, szóval szerintem mély hogy... tektonikus, méghozzá hogy barátunk világosan meg ellentétben abszolút úgy gondolom, hogy belesodródunk <coughs> valamibe, ami napi ügyekre van felakasztva. Belesodródtunk ugye a zöld programba, azt mondta, hogy 35-től vagy, hogy van, csak villanyautót lehet eladni. Igen. Azt, igen. Hát ebből... Ugyanezek a zöldek viszont szót emelnek akkor, amikor akkumulátorgyárat akarnak építeni, mert hát, bocsánat, az gyer, de álljunk meg egy pillanatra, ha van egy globális probléma, amit az elektromos autókkal akarsz megoldani, akkor hol készüljön az akkumulátor? Bárhol, csak itt nem. Hát, tudod, erre mondom neked, hogy... Kakugyenk, amelyek ráadásul nem kapcsolódnak össze, tehát az lett volna logikus, hogy elindul ez a meccs, azt mondja. Bocsánat, mielőtt ilyet mondunk, hogy 2035-ben lehúzzuk a redőnyt, gondold végig, hogy ki fogja gyártani az akkumulátort, hol fogja gyártani az akkumulátort, mit csinálsz vele, ha elhasználódott, mit kezdesz Adres, azzal, hogy nagy tömegű az foglalkozni. azért az a, az a, a világ. Azért túl sok itt az elszólás. Tehát azért, a, a, amikor a, ezek a szereplők kicsit megfeledkeznek magukról, akár az előbb említett Freund úr, akár ez a Gwendolin nevű hölgy, akkor azért mindig kibújik a szög zsákból, és mindig oda adunk ki, hogy tulajdonképpen Magyarország anti háborús vagy békepárti álláspontjával van a probléma. Plusz a gyerektörvény, plusz a... Igen, de most mivel el... a háború, ez a legélesebb Értem. konfliktus Európában, én azt látom, hogy, hogy, ez az, ami miatt Magyarország folyamatosan a szőnyek szélére van állítva. Ugyanez jön elő az uniós pénzeknél, ez van most a soros elnökségnél, és még ki tudja mi mindennél. Szerintem a végső, a rossz fiúk, idézőben több rossz fiúk, nem a háború miatt vagyunk elsősorban, mert a háború véget fog érni, hanem azek miatt az Európára rákényszerített felülről irányított forradalom miatt, amire szerintem az András is tett tehát célzást mondjuk az elektromos autó átállása, amit senki hát, nem, nem kértem, vasulom. mert én nem kértem speciál, hogy, hogy legyen elektromos autó, és szerintem senki nem kérte egy választó se, de egy felülről irányított a gazdasági pénzügyi elit, ami mögé erősen felsorolkozott a kulturális média elit, elindít egy ilyen felülről irányított forradalmat, vannak ennek ugye Szentjei, Gréta Thunberg és társai, tehát az egész egy kicsit, -kicsit kezd vallási színezetet, ölteni, és, és ennek, ennek, van elképzelése a világról, ami, ami teljesen olyan értelemben valit, hogy ez egy, van ez hát én ebben és ez és is Megmondom, még miért vitatkozom. az ott út például az a Mark Taravella, aki, aki tegnap szavazott. Igen. És akit egyébként még pár nappal ezelőtt a brüsszeli rendőrség letartóztatott korrupciós botrány miatt. Szerintem ezek az égatt egy világon semmit nem gondolnak. Ezek meg szerintem, meg ezek meg szerintem hát egész egyszerűen, ekkor... de inkább nekem lesz itt igazam, ki amikor van, ki ilyeneket mondasz? Szerintem ki van nem, szerintem ki van, egyre Ők nem gondolnak, nem, bocsánat, ők lehet, hogy nem gondolnak semmit, de akik őket fizetik, azok gondolnak. De várj, az a mondatod volt érdekes, hogy az Európai Tanács <hül> meghallgatja És most a rengeteg mindenféle ügy, kapkodás, csapkodás és hype közepette, <hül> föl kell tennünk azt a kérdést, hogy vajon nem arról van e szó, hogy... Kicsi, maroknyi, olykor egy személyes vélemény bezúdul a nyilvánosság terébe. köteles -e engedelmeskedni egy döntéshozó testület? köteles -e engedelmeskedni a gazdaság? Köteles-e engedelmeskedni a bankok? Egy itt ilyen fura dolgokról van szó, hogy oké, oké, akkor legyen Magyarország a prügelknább ebbe a játszmába, őt fogják mindig megverni. Na, de akkor hogyan kezek a döntésekkel? Ez azt jelenti, hogy felrobbanak a gazdasági kapcsolataink? Erről, jelenti... a... Erről még fogunk beszélni a, a, a műsor második felében. Most viszont egy rövid szünetet tartunk, <coughs> aztán a hírek után megint jövünk itt a 48 percben, tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben, ifjabb Lomnici Zoltánnal, Kötter Tamással és Réz Andrással. És megadom a szót a kicsit elfogadott Zolinak, aki benne, -benne szakadt egy És Schüchtern, ahogy a német mondja, mert hogy a Prügel Knábéra szeretnék felcsatlakozni, de... De fordítsuk más... le a, a, angolos parlérozottságú... <laughs> hát a, a Prügel Knábe az a fiú, akit ütnek, és aki bűnbak, a, a süchten pedig az ilyen visszahúzódó. <laughs> és na de, a lényeg, hogy az Express.at-en egy nagyon izgalmas, számomra nagyon izgalmas cikk jelent meg. Volt német külügyminisztert és német közgazdászt idéz, volt izraeli külügyminisztert és német közgazdászt idéz, csak a végkövetkeztetés, hogy a Biden kabinet kitalálta, hogy az inflációt, meg a gazdasági nehézségeket, meg a, meg a Tisztelettel mondom, a demenciából fakadó és egyéb problémákat, a háború által kiválóan megtömhető hadiparból fakadó profittal majd szépen a választási évben el tudja felettetni a választókkal. És ezt egyébként az idézett volt izraeli külügyminiszter is olyan mértékben megerősíti, hogy ilyen éhes, ilyen uh, uh, magabiztos még az amerikai hadipar szinte sosem volt, hiszen meg tudja azt csinálni, ami, ami egy rendkívül kényelmes dolog, hogy nem vonul fel amerikai katona egy sem, viszont a hadipar pedig dagad. És ez egy, ez egy olyan kiváló helyzet, amelyet nagyon jól fel tud a belpolitikai problémák elfedésére is használni, Biden. Lehet, le, le... De várzoli, mert akkor vásárló is kell. Hát igen, és Ukrajna lépett, aztán a világ harmadik legnagyobb felvásárlójává lépett elő valamikor a Handelsblatton olvastam, de lehet, egy hogy csak rossz. Azért hasznám. érdekes, mert ugye Ukrajna nem a saját pénzéből vásárolja ezt, hanem a mi pénzünkből, ja. nyugati pénzből, az amerikai pénzből, tehát gyakorlatilag európai és amerikai közpénz válik hadipari profittá, ha jól értik. Ez egy new deal. És egy utolsó, csak egy zárójeles <laughs> megedzés. Legyünk Trump is a CNN Town Hall nevű, hogy az angolosoknak, ezt már nem értem, de ott úgy mondják, valami beszélgetés összejövetel nevű műsorban, vagy című műsorban azt mondta, hogy Európa is most már tegyen hozzá végre, mert Amerika eddig sokat adott, igen, 46 milliárd dollárnyit, körülbelül 3 kötője 6 milliárdot Európa, is most már adjon 46, ha jól értem Trumpot, azt mondta, szintén, én is szintén, 46 Európa is, amibe belegebedne az Európai Unió nyilván. Hát figyelj, ez még nekünk is nagy tehertétel lesz, mert ugye a NATO kötelezettségeink folytán, most a költségvetésben a honvédelmi rovatot 50%-kal kellett megemelni. Okay. De ha helyesen értelmezzük, azt, azt jelenti, hogy valahonnan ezt a szerény emelést le kellett csippenteni. De most, hogy belgondol, nincs valamelyik egy fegyvergyára? Mert akkor a dolog már is működőképes. Mert amit fölvetette, az arról szól, hogy ahol van fegyvergyártás, ahol vannak fegyvergyára, ott ezek a vásárlók, beleértve Magyarországot is, nagyon kiadósan tudnak majd költeni. Ha jól értem, Zoli azt mondott, hogy voltak éppen az egész háború mögött pusztán gazdasági célok állnak. 150 százalékig. Mm -hmm. És Ez akkor ezért, a... ezért mondja azt a HVG-ben Szelényi és Zsuzsanna, ugye az együtt korábbi képviselője, illetve a CEU, tehát a közép európai Egyetem Demokrácia Intézetének a program igazgatója, hogy Magyarország csak ne reménykedjen abban, hogy kimarad ebből a háborúból, mert ebbe be kell szállni, be, be is fog. Igen, és ezért mm -hmm. a fő szempont, amit mondasz, hogy ők gyermekvédelem hivatkoznak Nyilván LMBTQ jogukra hivatkoznak. Behozta a Twitter bejegyzésében Gwendolyn Delbos Corfield az úgynevezett Whistleblower Act-et, ami a korrupció feltárását tanúsítók védelméről szól, nem pontosan idéztem, tehát azok, akik bejelentik a korrupciót, azoknak a személy védelméről szól, hogy és ezt is felhasználja Magyarország az LMBT, ezt nem is értettem egyébként, de megpróbáltam idézni a Twitter üzenetből, tehát katyvasz az egész, de minden esetre a fő szempont ott van a végén, hogy rendkívül artikulált véleménye van Magyarországnak a háború kapcsán, és hogyha soros elnök lesz, ezt még hangosabban fogja képviselni. Meg ne felejtsük el, hogy a bizottságot újra fogják választani, amikor Magyarország soros elnök lesz, és az elnöknek, kivéve a németeknél, aki akik a költségvetést lefogják, komoly mozgástere van. És egy ilyen remitens ország, aki szerintem azért remitens, mert szembe megy a fősodorral, a jó életről vallott elképzeléseibe, amik markásan különböznek attól, amit ma Nyugat-Európában emberi életnek, a társadalom nyugalmának, a, 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 a rendből álló nyugalomnak tartanak, nem kerülhet ilyen kezekbe. Nekem, nekem meg ez a meggyőződésem, a háború az, az, az erre rá tett háború, tényleg egy jó üzlet, és aki azt mondja, hogy ne háborozunk. ráadásul egy háborús Háborús lázban ég Nyugat-Európa, ugye ennek vannak szerintem pszichés oka is, hogy egy avatárként használja Ukrajnát, pszichés avatárként, hogy az első olyan ország, ami nyíltan szembe mert szállni hagyományos konvencionális háborúba Oroszországgal, akitől mindig is retteget, nyugat, és mindig is le akarta győzni, de de képtelen volt rá, valójában szemtől szembe. Számtalan oka van ennek a, ennek a háborús tébolynak ha nem lenne ez a háborús téba, és nem lennének ilyen mögöttes okok, akkor a Minszki Egyezmény betartására rá, tudtuk volna, rá tudta volna az Európai Unió kényszeríteni <coughs> uh, Kievet, illetve hát Moszkával még akkor olyan gazdasági és egyéb kapcsolataink voltak, amelyek jobban megérték volna az oroszoknak, hogy ennek az egyezménynek a keretén belül, amit egyébként magukra kötelezőnek fogadtak el, uh, valahogy lezárják ezt a konfliktust, de úgy döntöttek az európai hatalmak, amit aztán amit vagy a szükségből erényt csináltak, vagy tényleg ez történt, hogy már a aláíráskor sem gondolták komolyan, ugye erről Angela Merkel és a többiek is nyilatkoztak nagy, nagy vidáman és nagy elégedettsége, hogy verték át Oroszországot. Nem tudom, hogy akkor tényleg át akarták keverni, csak, vagy csak utólag még a politikai éles látásokat akarják fényezni a, a, a történelem színpadán. Nem lehet tudni. Az a lényeg, én azt gondolom, hogy ö, mi nem azt kérjük számon a béke igénylésével Ukrajnán, hogy ne harcoljon, mert joga és kötelessége az ukrán kormánynak önvédelmi harcot folytatni. Mi azt kérjük ö, számon Európa, az európai közösségen, akint számon tudjuk kérni, hiszen a, annak a tagjai vagyunk, hogy erejét, diplomáciai, katonai, gazdasági, kulturális ö, erejét nem arra használta föl, hogy békét teremtsen, amikor még lehetett volna, legutoljára 2021 áprilisában a törökországi tárgyalásokon, hanem arra, hogy háborúban hajszolja tovább e, Ukrajnát, és ebbe, ebbe a felelősségbe ezeknek a fiúknak, akik most ott harcolnak a fronton, vagy már meghaltak, vagy szörnyű sebektől átütve e, fekszenek egy kórházi ágyban, ezeknek a sorsáért igenis felelős az Európai Unió összes ilyen politikusa, és a 2014 után odaültetett Ukrán ukrán, hát ezt nem használnám jelzőként, de a politikai elitnek a jelentős része is, akik viszont szolgáljan végrehajtották az utasításokat. De Tamásos, megint le kell szállítani, amit senki nem felel semmiért. Ezt a terhet ránk lőcsölték. Döntsd el... el, hogy hova állsz, melyik oldal vagy. Tudnod hogy mi a Tudom, én állandóan erről már dumáltunk Tamásra is egyszer, hogy 2014-ben nem vezet idő alagút vissza. Nem. De az, hogy egyszerre csak neked úgy kelljen élned Európában állampolgárként, hogy tudod mi a kötelességed, ez egy őrület. Tehát magyarán egy hiszterizált világban, te a jó életről beszélsz, ami egy baromi fontos kérdés, hogy jó élete az, ahol a rád civil polgárra lőcsölnek olyan felelősségeket, olyan eszméket raknak a válladra, amelynek a cipelésére te nem vagy alkalmas. Hát vagy nem kérek belőle, mert ugye Magyarországgal ez a baj, hogy nem kérünk belőle. Három dologból se kérünk. Bevándorlás, gender, háború. Ezt, ezt, ezt többször megfogalmazták, tehát erről én már nem tudok leszállni, és elnézést kérek a nézőktől, és az, hogy magamat ismétlem. Tehát ezt, ezt többször a fejünkhöz vágták, tehát itt, itt van a kutyállás. Igen. Na most Brüsszel viszont tudja, hogy mit követeljen. Az Európai Bizottság a múlt héten bejelentett egy, hát egyfajta ilyen intézkedési tervet, javaslatot, de Magyarország számára azt irányozzák elő, hogy törőjék el, törőjük el az energia támogatási intézkedéseket, a rezsicsökkentést, és és azt mondják, hogy tulajdonképpen, mert itt a kérdés, hogy mire kéne akkor ezt pontosan fordítani, ők azt mondják, hogy az államháztartási hiány csökkentésére, de lehet, hogy éppen ebből a fegyvereket kéne venni, lehet, hogy valójában erről van szó, ezért kell pénzt felszabadítani. Mi, mi a mesterterve Brüsszelnek? Tehát miért tesz le ilyen javaslatot az asztalra? És akkor ez még, ez még hozzá kell tennem azt is, hogy ebben a javaslatban vannak olyan megállapítások is, hogy Magyarország ne próbáljon meg tulajdonrészt szerezni, bankrendszerben, az energiahálózatban, és a ezt felrújják nekünk, hogy ez probléma. Magyarország miért akar ilyen stratégiai és egyébként gyakorlatilag monopól üzletágakban részesedést szerezni? Szóval mi, mi itt a mesterterv szerintetek? András. Te, ez önmagában véve egy teljesen józan gondolat, azt mondja, hogy piac. És abban az esetben, hogy hát... a piac a szó hagyományos értelmében ha, lenne -e, ilyen. ha, igen, ha lenne ilyen, akkor én azt mondanám, hogy tényleg gondoljuk végig, hogy a piaci viszonyok tisztább helyzetet eredményeznek -e? Igen, Igen ám csak hogy azok a bizonyos mm. monopóliumok, amelyekről beszélsz, vagy ha nem is monopólium, de hát a budapesti esete az elég egyértelmű, az egy monopólium, tehát Magyarországnak egy nagy nemzetközi régi van, ezt úgy hívják, hogy... De elég, figyelj, hozzáteszem, a tulajdonos akadályozza, hogy kimenjen oda a vasút. A tulajdonos akadály, a mostani tulajdonos akadály ez, hogy a magyar állam odaépítsen egy vasutat, hogy te, na, és itt úgy menni. Na de látod, ezzel érkezünk el egy számomra állati fontos kérdéshez, ami úgy szól, hogy létezik-e még a 18. századi filozófiában felvetett gondolat arról, hogy... A piac láthatatlan keze. Hát én csak a négyes hatos os villamoson találkoztam a láthatatlan kézzel utazóval. <laughs> <É, gül> Megmondom, hát, <laughs> hát, Smith hogy, nem Smith volt. Ha helyek, még helyek. létezne az a piac, ahol valóságos verseny van, ahol nem ilyen globalizált szuperizék működnek, akkor azt mondanám, hogy játsszuk le a meccset, nézzük meg. Viszont ebben az esetben, meg valami olyasmiről beszélünk, hogy kiszolgáltathatsz -e mindenkit, az irányított piac változásainak. Mert hogy lehet, hogy ez egy normális piac lenne, azt mondja, hát az energiára változik, júniusban ennyit fizet, augusztusban annyit fizet. Igen, csak hogy ez többé már nem hagyományos piaci rendszerben zajlik, hanem háttéralkuk. Ez egy millió dolláros kérdés továbbra is itt van. Itt Akkor miért? Végül is arra kérjük, bocsáss meg, csak egy mondat, arra kérjük az Orbán kormányt, hogy buktassa meg saját magát. Nem, nehezebb a helyzet, mert ha csak a kormány bukna meg, de gondolj bele, hogy az állampolgárok, hát hogy a francban képesek tervezni a jó vagy rossz életüket, amelyik úgy szól, hogy hát édesen hát, piac van. Amit most Brüsszel kér, az körülbelül egy családnak Durván évi plusz két, két és fél millió forint kiadás pluszban. Körülbelül ennyit jelenteni. Igen. Az, az ártámogatások kivezetése, az, ez, az ezt jelenteni. És nem tud mindenki hőszivattyús szuper hiperházban lakni. De ne vicces, nem csak arról van szó, hogy beruházol, hanem arról, hogy mennyit ér a munkád. Hát jó, persze, csomó mindenről szó Kész. van. Ö, maga, Most az a... infláció közepette, ezzel kell szembenéznünk, hogy de mennyit ér a munkánk, és ez a, ez a, fura helyzet, ez még mindig garantálja, hogy a jövő hónapban vagyunk, hogy őszel még fent tudjuk-e tartani magunkat. Most ez a javaslat, meg van olyasmit mond, hogy kiszámíthatatlanná válik, vagy hát, hogy mondjam, marinéni figyelni kellene azért a gázár folyamát. nem ezt, ezt mondjátok, mire hasonlít nagyon, amikor 89 után jöttek a reform közgazdászok, előjöttek valahonnan a pártbizottságok mélyéről meg a tervhivatalból, és közölték apámmal meg anyámmal, akik mind a ketten munkás emberek, és apa nap, napközben technikus volt a hőerőműve, otthon, de meg a, a faluba villanyszerelő, Hát azért tartunk itt, mert túlfogyasztották. Sanyi, Vali, hát túlfogyasztottatok. Hát túlfogyasztottatok. Ugye? A magyar társadalom túlfogyasztott. És ez képes, ez tíz éven át ezt, ezt be is vette egy átlag magyar, hogy hú, hát mi tényleg a kádárrendszerről úgy túlfogyasztottunk, gyerekek, hogy... Nem olyan jön le kicsi, Így van. hanem a pofád é. nagy. Milyen, de mi a megfejtés? Mert még... még hát, mindig. De buktassa az... meg magát a kormány. Legnagyobb eredménye ugye? volt a rezsicsökkentés, Szí... meg az egymillió. Olyan, olyan címszavak keringenek itt a fejemben, mint Surányi ugye azt mondta, hogy miért az MNB váltja be az uniós forrásokat, miért nem a piacon váltják be, akkor a piac sokkal kedvesebb lenne velünk. Holott egyébként ezzel plusz pénzhez jut a magyar gazdaság, mint köztudott. Vagy bokrosnak a kiskített gazdaság nevű fordulata, amit rendszeresen alkalmaz. De valójában a megfejtés ott van, hogy szerintem, és megint kellő szerénységgel, hogy 2010-ben egy patrióta gazdaságpolitika kezdődött, és a most elnézést, hogy márkákat mondok, de a szó helyett jött az Erzsébet kártya. A korlátlan dohány vásárlás helyett jöttek a nemzeti dohányboltok, amire rögtön egyébként tudom mondani, hogy a tabak Ausztriában, de biztos van jó német meg francia példa. A földspekulációt azt megszüntették, földet a gazdáknak program. Ő most két nagy bank egyesült, az már magyar. Vodafone, Stb. Stb. Úgy, úgy kezd viselkedni, Magyarország, mint Franciaország. Igen, igen. 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 És, erre, ez, tra és na, ez tragédia. Ez nem ez is tragédia tragédia Ez nem is tetszik nekik. Daniel Freund, Zöldpárti EP képviselőnek, mert ugye ezt, az, erre azt mondja, hogy itt maffia módszerekkel vásárolják ezeket az üzletágakat vissza. Na most én nem tudom, mi abban a a, a maffia szerű, hogyha nem tudom a Vodafone végül mennyibe kerül, de én úgy tudom, hogy egy tisztes piaci hárat fizetett azért a magyar állam, hogy legyen egy magyar mobil szolgáltató. Ha, bocsánat, hogyha Daniel Freund élt volna akkor, amikor Christian Fouché Franciaország dániai nagykövete meg, meg elkészítette a Fouché tervet, akkor Fouché fasiszta lett volna bizonyosan, mert Fouché azt mondta, hogy francia érdeket előre, utána jött ugye a luxemburgi kompromisszum, meg az üres székek politikája, is. Erre mit mond egyébként Jean-Claude Juncker? Hát megtehetik, mert ők a franciák. Uh -huh. Nekem példaképeim milyen értelemben. Tehát abszolút példaképeim. Jó. Mert Vagy ők... meg ott az energetikai iparba betörni Franciaországba. Így ]országon. van, mondjuk az atomerőműveket próbálja uh -huh. kiszervezni külföldi cégeknek, a francia atomerőműveket, amelyekből egyébként 50 De figyeljtek, én földhöz ragadta vagyok, mert azt mondod, hogy a nemzet ízé meg, barom egyszerűen úgy fogalmazok, hogy mennyi állam szükséges ahhoz, hogy az állampolgárok az életüket fent tudják tartani. És amennyiben a, a piacnak kiszolgáltatottság azzal jár együtt, hogy az állampolgárok belehalnak, akkor lehetséges, hogy az államnak meg kell jelenni ebben a rendszerben. Néha lehet, Te hogy csak eltöbb. azért, hogy puffer legyen, kiegyenlítse azokat a baromi nagy piaci amelyet a polgár nem tud elviselni. Egy lábjegyzetet, amit mondtál hoz, lábjegyzet, hogy a rezsicsökkentése vonatkozó jogszabály preambuluma azt tartalmazza, hogy azért ad oda pénzt az embereknek, hogy szabadon rendelkezhessenek vele. Most kérdezem én, hogy ez a neoliberális gazdaságpolitikának egyébként ellent mond ez a fajta preambulum? Szerintem nem. Na, hagyjuk a liberalizmus, mert sajnos a, a, liberális párta. Figyelj, Amerikában a címkéket hagyjuk a már nem, nem érnek östelek, semmit, nem? úgy sem tudom. Progresszió ez van, ezzel... meg, meg, még, egy, még mérsékelt, és igazi progresszió van a világban. Így. Meg, meg. Egyébként én úgy érzem, hogy a beszélgetésünk ma szinte a végig gyakorlatilag a gyarmatosítás, öngyarmatosítás téma környékén forog, és itt akkor van egy másik téma, az Európai Parlamentnek a plenáris ülésén volt még egy fontos kijelentés, aminek az vivője Donátan, a zászlóvivője egyébként Donát Anna Momentum mozgalomnak a képviselője. Követelik az Európai Parlamenti képviselők, zömmel a baloldaliak, hogy Magyarország uniós támogatását továbbra is fagyasszák be. Ez azért érdekes, mert mindeközben a Momentum idehaza, azt mondja, hogy ő amúgy egyébként harcol a pedagógusoknak, például a a fizetésemelésért, amely fizetésemelésnek a fedezete jelentős részben egyébként ebből az uniós pénzből valósul. Tehát amikor Donáton az ön, akkor itt elmondja, hogy több pénzt a pedagógusoknak, amikor kimegy Brüsszelbe, akkor pedig petíciózik, hogy, és minden erejét latba veti, hogy Magyarországot megfossza ezeket. Hát ez, 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 szerintem ehhez nem kell politológusnak lenni, arról szól a történet, hogy, hogy, hogy a színes forradalom előkészítése, ami, ami egyébként zajlik, egy, társadalmilag, azon, egy társadalom nagy része azonosulni tud a tanároknak egyébként a, a bérkövetelésével, hiszen mindenki volt diák, vagy van gyermeke vagy unokája. Igen, bár én, én diákkoromban azonosultam legkevésbé, mert van, van egy ilyen flash, erre ráépítve meg, meg is jelentek ezek az úgynevezett civil szervezetek, akik szervező, logisztikai, forgatókönyvíró és rendezői uh -huh. munkásságot is ellátnak. Néha többen vannak a jelenlegi uh -huh. tüntetéseken, mint maguk a tüntetők, és akkor a, 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 a magát, hogy létrehozzák a, a, a gyú, anyagot, tehát a, a szituációt, ahhoz el kell zárni a pénzcsapokat, még ide, 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 haza pedig, ugye egyébként ö, ugyanezt mondja Dobrev Klára is, ha a baloldal kerül hatalomra, abban a pillanatban hazahozom a pénzt. Itt azért tegye föl minden kedves néző a kérdést, ő miért hozhatja haza a pénzt, mit ajánl ezért? Mi, mi történik azonnal hirtelen? Milyen varázspálcája van Dobrev Klárának? Jogállami ah. kétszer így suhint, és jogállam le. De, Egyszerűen jogállamiak lesz. Amit mondta, az nem a gumibottal. De nem a gumibottal, gumi mint ja, de. de amit mondasz, az egyébként egy pokoli fontos kérdés, mert valami olyasmiről beszéltél, amilyen húsba vágó. Van egy ügy. Van egy ügy. Az ügy arról szól, hogy a tanárok helyzete rendezhető -e, a bére rendezhető -e. Valószínűleg ennek az a rendje is módja, hogy a Kormánya szíveskedjen kompromisszumot kötni, és a vele tárgyaló felek pedig próbáljanak eljutni egy olyan pontra, ahol úgy érzik, hogy a tanárok helyzete mérhetően javul. Igen-nem, csak hogy ezt hirtelen megemelték, és azt mondták, hogy majd ha megbukik a kormány. Így van. Na most innen kezdve a tárgyalás, a kompromisszum lehetősége meglehetősen aprócska és baromi kevés esélyt látok arra, hogy ebben a hiszterizált állapotban a kormány és a tanárok megfelelő képviselői egyszerre csak higgadtan kezdenek beszélni arról, hogy mi lesz a tanárokkal és nem a kormányjal. Most kivételesen átvenném egy pillanatra csak azt a szerepet, amit mondtál az elején, hogy ezt ne vegyük ennyire túl komolyan, hogy ne feltétlenül a konkrét tárgyat nézzük, hanem lépjünk hátrébb egyel a színes forradalom kategóriát hoznám be. Tehát ez, ez, lehet, hogy a tanárokról is szól, de inkább szól Szrigya Popovics útmutató a forradalomhoz című gyorsan, egy nap alatt, fél nap alatt Én elolvasható kis könyvéről, elolvashat. Ami csak a nézők kedvéért, ami nem a forradalomról, hanem a szervezett pucsról szól. Itt a szervezett pucsról szól, szól, és túrorodítól kezdve nem tudom milyen ötleteket ad az embereknek. Azoknak, akik kimennek, azoknak, akiket megvezetnek, felhasználnak a politikusok, és és azt látom, hogy bizony ebben a helyzetben gyakorlatilag teljesen mindegy. Bármelyik hivatásán behelyettesíthető, és bármelyik probléma Magyarországon. Nem, nem, mert az orvosok volt a másik adóász, de az, az ugye... De hát az orvos... nem helyettesíthető de ez egy bonyolult ügy, mert ez az arról szólna, Danárnő, tehát nem tiszteletlen. Hát én meg a... tanárszakon végeztem, és azért ott, ahol emberekkel kell, kell törődni, emberekkel kell bánni, hát ez a kérdés kicsit bonyolultabb, mert ugye az orvos sem egészségtechnológus, és a tanár sem tudástechnológus, tehát én egy percig sem fogadom el azt, hogy a tanároknak úgy jó, ahogy van, és abszolút mellettük állok, az egy tökéletesen más kérdés, hogy a tanárok helyzete, az hogyan kínál apropót arra, hogy testvéri tankokat hívjunk be a kormány ellen. Andra, Szerintem... bocsánat, nem arra. Arra. De arra, hogy csak egy igen. kérdés. A Lenduai utca sarkán, ami történt... Az hány százalékban szólt a tanárokról? Csak kérdezem. Tisztelettel. De nem mondta az András, hogy az nem a tanárokról. Én azt mondom. hogy. Ez az egész disputa, akkor ér valamit, ha azt mondjuk, hogy legyen jobb a tanároknak, mert akkor feltétlenül jobb a diákoknak mindenki is. És ne arról szóljon a történet, hogy ezt hogyan kapcsoljuk össze a kormánybuktatás kérdésével. Ugyanis a tanároknak addig rémesen rossz, amíg ez a kormány van. Hát akkor sajnos komoly politikai küzdelmet kell folytatni, és nagyon komoly szellemi erőket kellene bevetni ahhoz, hogy a kormány megbuktassák. Brüsszel nem buktat kormányt. Ö, de és, de a műsorunk végére értem, én csak annyit tennék hozzá, és hogy szerintem ebből a gyerekeket hagyják ki. Tehát az, hogy felelőtlenül ö, kiskorúakat odaterelnek egyébként a rendőrsorfahoz, provokálják a rendőröket, nem tudom, ez nem jó. Nem jó, mert ott bármi történik, bármi olyan, amiben megsérül egy rendőr, vagy egy diák. Az, az, azoknak az embereknek az életére egész, tehát egész biztosan örökre kifoghatni. foghatni. szerintem ezzel nem kéne játszani, azt hiszem ebből ennél az asztalán ezzel egyet fogunk érteni. Ennyi fér a 48 percben. Köszönjük szépen a figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk az m és a híradó.hu-n, addig pedig tartsák szárazon a puskaport.